Itt vagyunk a Balázsházi héten, a Debrecen Egyetem Balázsházi Gimnáziumának diák önkormányzati napján. Éppen a főzőversenynél hamarosan véget, tehát ebből kóstolunk mi is. Természetesen minden programba belepillantottunk, amely itt most a diákokat bemondta ebbe a Balázsházi hétre. Finom, de még a pörköltöket is megkóstoljuk. A diák önkormányzati munkát egy diákmozgalmat segítő pedagógusnak az asszisztálásával végzik a diákok. A jogszabályi keretek között megkapott jogosultságokkal minden évben élhetnek, közösségi programokat szervezhetnek, és ezek a közösségi programok a diáknak keretében teljesednek ki. Egész napos programsorozat alapján úgy zajlik ez a nap, ahogy a diákok igényei ezt meghatározzák. Osztályonként 2-3 dögtag van, de valahol csak egy, és akkor általában havonta szokott lenni dökgyűlés, ahova így a minden osztályból ugyebár a dök tagok eljönnek. Van nekünk egy ilyen dökvezetőnk, egy tanár, Bugyó Roland tanár úr, ő irányít minket, még azon felül meg ő kéri ki a véleményünket, ő mondja el, hogy mik történtek az iskolába. Az első savatóhoz is így segítünk, meg igazából így az utolsó héten a Balázsházi hét az, amikor minden egyes szünetben vannak ilyen játékok, azt a dök szervezi, azt a dök csinálja meg, hogy milyen játék. Legyenek. Volt ilyen kutya bemutató, sorversenyek, és még főzés, mint lehet látni. Hát ugye minden évben úgy kezdődik a történet, hogy megválasztjuk, összehívunk egy nagy alakuló dökgyűlést. Ha ez megtörtént, akkor szavazunk, mert minden évben szavazni kell, hogy ki legyen a dökelnök. Az osztályból általában két fő vesz részt ezen az alakuló közgyűlésen. Ha ez megtörtént, akkor az egész éves munkatervet általában szeptemberben összeállítjuk, és ez különböző programokból áll, a megyei dök rendezvényein való részvételből, vagy éppen egy döknap megszervezéséből, vagy éppen a Balázsházi hétnek a megszervezéséből, de gyakran szoktunk más rendezvényekre az új nemzedékkel, is tartjuk a kapcsolatot, gyakran ugye a pontirodákkal is, szóval minden ilyen fontosabb, ahol a diákok érdekei vannak, ott meg szoktunk fordulni. Balázsházi hét hivatalos fotósával beszélgetünk, és végigkövetted itt az eseményeket. Melyik volt számodra a legnagyobb élmény? Mi volt az, ami képben is a legjobban mutatott? Hát a napfénypontja mindenképpen a traktorhúzó verseny volt, azt tudom elmondani. Ott születtek a legjobb és legérdekesebb képek, és látszódott, hogy a fiókban mégiscsak van erő, és nem szabad őket elhanyagolni. Ebből a szempontból mindenki egyaránt ügyesek voltak. Mindig én főzök. Mit főztetek most itt? Most hát hamis csilisba, mert nincs benne csili, de a legjobbat kibosztok, amit lehetett.